Amikor legutóbb itt jártunk a szivárvány idősek otthonánál, akkor a második oltáskör előtt álltak a bentlakók. Azóta mi a helyzet? Szerencsére megkapták az oltást, úgyhogy, sőt, most már letelt az az idő is, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy védettek. Ez nyilván egyfajta nyugalmat jelent nekik is, meg nekünk is. Hát 9 ember kivételével, mivel önkéntes, mindenki megkapta az idősek közül az oltást, és hát 75%-a a dolgozóknak is, úgyhogy reményeink szerint most már ilyen új fertőzés nem lép föl, úgyhogy egy kicsit oldottabban érzik magukat. Ami nehéz továbbra is, az az, hogy mivel a rendkívüli helyzet van, ezért a csomagok, illetve a személyes látogatás még izolációs szobában sem engedélyezett egyelőre. Hát várjuk, amikor ezt majd esetleg úgy döntenek, hogy lehet oldani. Ugye az ő részükről lehetne, sajnos ugye a fiatalabb generációk oltása viszont még lassabban halad, tehát bár más országoknál gyorsabban, de szeretnénk minél előbb mi is oltáshoz jutni, úgyhogy nagyjából az én korosztályom még nem tudja látni a szüleit. A többiek azok már lassan megkapják az oltásaikat. Most már ugye több mint egy éve tart ez a hullámzóan, de mégis rendkívüli állapot. Összességében milyen tapasztalatok szűrődtek le az ön számára mindebből? Hogyan lehet kezelni, hogyan lehet megközelíteni amúgy lehetetlen élethelyzeteket, de hát létező élethelyzeteket? Nagyon, nagyon nehéz, és nagyon sok telefont kap az ember, levelet, tényleg egyedülállóktól, vagy rendkívüli helyzetbe került emberektől, és megpróbálja megtenni, amit lehet. Így például most sikerült egy idősebb nénit behoznunk. Természetesen először 10 napra izolációs szoba is, megkaptam az első oltását, meg fogja kapni a másikat, és akkor így be tud jutni az intézménybe. De mindenkinek nagyon hosszú már ez az idő, szóval nem, ahogy visszaemlékszünk, nem évtizedek óta nem volt ilyen jellegű bezártság és feszültség az emberekben, és bizony ezt a feszültséget sok esetben a média, a Facebook és ez a teljesen bolond, átpolitizált világ ez tovább rontja. Tehát nem, nálam Magyarországon nem sikerül semmiféle minimális konszenzushoz eljutni, hogy ne hergeljük az embereket, ne rontsuk tovább a helyzetet. Tudomásunk kell venni, hogy ezzel kell élnünk, hogy százan száz felé húznak az emberek. Mindenki ért most már az oltáshoz is, az egész megszervezéséig is. A modern társadalomban az információ áramlás annyira gyors, aminek a pozitívumai mellett a negatívumát is egyre jobban érezzük. Tehát azonnal a világ minden bajáról értesülünk, és az emberek ezt egyre nehezebben tudják feloldani, főleg akkor, hogyha családi kapcsolataik is, találkozásaik is lazulnak. Úgyhogy itt a kerületben ugye alkalmaztunk egy pszichiátert, vagy pszichológust, aki segít telefonon is, meg nyilván személyes beszélgetésekre is van mód. Hát bizony nem könnyű a helyzet, mindannyiunknak nehéz. Az ember magán is érzi, de hát hál' Istennek, aki mondjuk egy nagyobb családban él, és azért körülötte valamilyen szinten legalább házon belül zajlik az élet, annak ez könnyebb. De aki csak egy tévéről vagy egy számítógépről figyeli most a világot, annak nagyon nehéz. A bentlakók is, meg a dolgozók egy része is megkapta a második körben az oltást. Érzékelhető, hogy némi megkönnyebbülést okozott? Igen, úgy érzem, hogy igen. Ez egy bizonyos fokú védelmet látom, hogy jelent számukra ez a tudat, hogy már túl vannak a második körös oltáson is, hiszen mégiscsak jelen pillanatban úgy érzik ők is, hogy ez az egyetlen egy megoldás, ami segíthet abban, hogy
súlyos, vagy akár halálos kimenetelül ne legyen ez a vírus okozta megbetegedés. Amellett, hogy természetesen a védőeszközök használata, a higiéniai szabályok betartása is folyamatosan történik, de emellett az oltás az, ami kiemelkedő szerepet kapott az intézmény életében lakóknál, én úgy látom. Végül is azokat a szabályokat, amelyeket már most több mint egy éve be kellett vezetni, lehetett oldani, vagy ott még azért nem tartunk? Nem, sajnos oldásról nincs szó. Gyakorlatilag az elmúlt év tavaszától folyamatosan ugyanazokat a szabályokat, ugye folyamatosan betartjuk eljárásrendeket, tehát ebből a szempontból enyhítés még nem történt. De hát azt gondolom, ezt ugye halljuk a médiában is, hogy a megbetegedettek száma még ez ugye nem olyan, hogy ezt lehetne enyhíteni. Gyakorlatilag a beléptető rendszerünk változatlan, a dolgozók, lakók tájékoztatása folyamatos, és a hozzátartozóké is természetesen, amikor olyan történik az intézmény életében, őket is tájékoztatjuk erről. Ha valaki esetleg külső kezelésre vagy ellátásra szorul, akkor ez végül is megoldható, kórház vagy valami hasonló? Természetesen az egészségügyi ellátás ugyanúgy megtörténik, mint a COVID előtti időszakban, annyi különbséggel, hogy aki megjárta az egészségügyi intézményt, az sajnos 10 napos izolációs szobában kényszerül ezt követően eltölteni. Végül is az a típusú mentális segítség, az a közösségi tevékenység, amelyet itt az otthonban ugye nagyon rendszeresen és nagyon magas színvonalon végeznek általában, az most egy változatban létezik azért? Igen, változott, de tulajdonképpen ugyanúgy működik. Elsősorban a csoportos foglalkozások helyett az egyéni esetkezelések, az egyéni segítések léptek a helyükbe. A mentálhigiénés csoport azóta is ugyanúgy folyamatosan segíti a lakókat a minden ügyintézésükben, hiszen azért az élet nem állt meg, tehát ugyanúgy a postai ügyintézés, esetleges bevásárlásokban, hivatalos ügyek intézésében, illetve gyakorlatilag a kapcsolattartásra helyeződött a fő hangsúly, a hozzátartozók és a lakók között. Ez telefonon, Skype formájában folyamatosan működik.